Vas Albert, Radnóti Miklós vagy Ady Endre versei ezúttal is népszerűek voltak, de volt, aki kortárs költőt választott, méghozzá Fehérvárit, Bella Istvánt. Élek, élő a föld alatt, fekete kátrány papírében. Somogyi Roland a Vörös Marti ipari szakképzőből jött. Asztalosnak tanul, irodalom nélkül azonban nem lenne teljes az élete. Szeretném megmérettetni magamat ezen a versenyen, hogy elég jó vagyok-e ehhez, mert nagyon sokat olvasok, és szereplek is különböző műsorokban, és hát szeretném magam itt is kipróbálni. És volt, akit a versek szeretete mellett egy másik bizonyítási vágy is a versünnepre vonzott. Hogy bebizonyítsam, hogy a Szent István is van olyan jó iskola, és ott is vannak ugyan olyan jó diákok, mint itt Fehérváron más iskolákban, mert az iskolánkat mostanában hát elég kemény intrikák érték. Ugye szerintem ezt mindenki tudja a tévékből. A harmadik székesfehérvári versünnep második elődöntőjét a zsűritagok is várták. Igaz, nem volt a könnyű helyzetben. Ma ugyanis azt is el kellett dönteni, a 30 versenyző közül ki az a 10 legjobb versmondó, aki a döntőben is színpadra állhat. Kezdek beleszokni ebbe a zsűrizésnek a feladatába, meg szépségébe, eddig csak a kihívását láttam, de most már kezdem élvezni ezt a megpróbáltatást jó magam is. És ahogy egyre árnyaltabban látom a versenyzőket, meg a teljesítményüket, annál nehezebbé válik nekem a döntés, meg az értékelés, de megnyugszom, mert vannak a zsűriben hozzáértő szakemberek, akiknek a szavait, hozzászólásait magam is boldogan teszem a szívembe. A versünnep résztvevőit Cserpalkovics András is köszöntötte. A polgármester a Fehérvári Tehetségkutató verseny jelentőségére hívta fel a figyelmet. Bebizonyították azt, hogy igenis meg lehet szólítani a fiatalokat, és hogyha megszólítják őket, akkor ők ezzel a lehetőséggel élnek is. És szerintem ez fontos, így 2012 Magyarországán is, annak egyik azt gondolom legfontosabb városában, Székesfehérváron, mert olyan fiatalokat ismerhetünk meg, akik is szeretik és ismerik ezt a várost, szeretik és ismerik ezt a hazát, és annak nyelvét és kultúráját is. A döntő április 14-é lesz, és azt is, mint ahogy az előválogatókat, a Fehérvár televízióban láthatják majd.